Több mint 14 millió vendég, csaknem 40 millió vendég éjszakát töltött el Magyarországon 2022-ben. A legtöbb turista Budapestre, Hajdúszoboszlóra, Siófokra, Hévízre, Balatonfüredre és Zalakarosra érkezett. Derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség évértékelőjén. Gullár Zoltán azt mondta, a tavalyi év turisztikai teljesítménye minden várakozásukat felülmúlta. A vezérigazgató idén még jobb évre számít. A Nyíregyházi Állatpark, a Sóstói Múzeum falu és a gyógyfürdő. A megyeszékhely látnivalóinak köszönhetően 10 év alatt megduplázta a vendégészakák számát. Az embereknek az életét úgy tűnik, hogy hiába is nehezíti sok szempontból ez a válság, amit most megélünk, de utazni úgy tűnik, hogy továbbra is utaznak. Több turisztikai térség már tavaly megdöntötte a rekorderedményeit. Tokaj és Nyíregyháza 30%-kal, Gyula 8, Pécs villány 6, Budapest környéke 5, a Balaton pedig 1%-kal szárnyalta túl a 2019-es rekordév vendégforgalmát. Több mint 14 millió vendég, közel 40 millió vendégösszakát töltött el Magyarországon, ami 40%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, tehát 21-ben. És alig 5%-kal maradt csak a 19-es bezzegév számaihoz képest. A legtöbb turistát Budapest, Hajdúszoboszló, Siófok, Hévíz, Balatonfüred és Zalakaros vonzotta. A fővárosban 82%-ban főként külföldiek érkeztek. A vidék látványosságait 73%-ban belföldiek keresték fel. Balatonnál voltunk a legtöbben, több mint 8,8 millió vendégészakát töltöttünk el tavaly évben a Balatonnál. A külföldiek nagyjából 4 millióan Budapestre érkeznek elsősorban. A kínai orosz turisták továbbra is elmaradnak, de az Egyesült Királyságból és az Amerikai Egyesült Államokból 4-szer többen érkeztek, mint tavaly. Nőtt a lengyelek és a spanyolok száma. Ráadásul Budapest tavaly foglaltságban megelőzte nagy riválisát, Bécset. Pozsonyt, Prágát és Varsót pedig minden téren túlszárnyalta. Mostani januári téladatok is magasabbak, mint tavaly voltak, meg tavaly előtt is. Azt gondolom, hogy ha Isten megsegít bennünket, akkor ebben az évben a turizmus számai meg fogják haladni a 19-es rekordév számait. A Magyar Turisztikai Ügynökség arra számít, évvégére a vendégészakák száma eléri a 40,8 milliót.